A hét elején elkezdte a felkészülést az új szezonra a másodosztályban szereplő nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. Azonban nem csak a pályán, hanem a klub irodában is folyik a munka, amelynek eredményeként új néven vágnak neki a bajnokságnak a kékcápák. Az új támogatónak köszönhetően Hübner Nyíregyháza BS néven szerepel majd a csapat az NB1B piros csoportjában. Megtiszteltetés, hogy egy olyan cég, mint a Hübner mellénk állt, és a nevét viselheti a csapatunk. Bízom benne, hogy fogjuk tudni teljesíteni azokat az elvárásokat, amiket ők várnak tőlünk, és remélem, hogy ezeknek majd meg tudunk felelni. De természetesen mindenképpen az a célunk, hogy minél komolyabb és minél jobb munkát tudjunk végezni, bár ez a komoly kifejezés nem a legjobb, mert eddig is komoly munkát végeztünk, de szeretnénk afelé tendálni, hogy lassan kerüljünk a egy magasabb osztályba. A névadó szponzor az elmúlt években a röplabda kapcsán vállalt szerepet a megyeszékhely sport életében. A kosárlabdát korábban már támogatták, így gyakorlatilag a sportákhoz való visszatérésről lehet beszélni. Azt szeretnénk, ha a cég neve összefonódna a Nyíregyházával és a sporttal. Mi a minőségi sportot támogatjuk, de természetesen szeretnénk, ha a kosárlabdázóknál felnőttek mellett az utánpótlás is minél jobban szerepelne. Ha a segítségünkkel előrelépés történik, az nagyon jó visszacsatolás számunkra. Közben a csapat napi két edzéssel készül. A játékosok között ott van Szobi Dániel is, aki 10 év után hagyta el a TF csapatát a Nyíregyháza kedvéért. Voltak megkeresések, de a Nyíregyháza volt talán a legkomolyabb is, és az első pillanattól éreztem azt, hogy Sitku Ernő személyében a valódi motiváció a megkeresés mögött van. Ehhez párosult a város felszereltsége, a kosárlabda csapat múltja, illetve a játékos társak, játékos ereje, amit képviselnek. Tehát ez mind részt játszott abban, hogy én a Nyíregyházat választottam. Bus Iván jó barátom, őt már 1000 éve ismerem. A Siska Janit, mint edzőt ismerem, ugye nyilván Sitko Ernőt mindenki ismeri, de a generációm Tóth Gerivel nagyjából egyidősek vagyunk, Bazsó Brunót, Cinger Zolit, gyakorlatilag mindenkit ismerek, aki úgy aktívan részt vesz a rotációban. A fiatalabbakat kevésbé, de már őket is követtem. A nyíregyháziak a héten megállapodtak a Bajával az első forduló meccsének időpontjáról. Eszerint szeptember 27-én lép pályára a Hübner Nyíregyháza BS a Dunaparti városban.